Bizony. Újra egy jó kis orza. Kontroller már kapcsol befelé. És mindjárt megmutatom nektek, hogy milyen új dolgokat tudtam meg így a legutóbbi stream óta. Például, hogy lehet saját klubunk, szóval már van. Már van saját klubunk, hogyha szeretnétek esetleg csatlakozni valami közös mókába, klámba, meg ilyen csoportokba. Igen, igen, duások négyet használok. Duások négyet használok a PC-s játékok legtöbbéhez. Mondottam, beugrok egy kis Tomi Vercettire, mosogatás mellett a háttérnek, hát azt hiszem Toyota Supra lesz. Hát igen, igen, igen. Végeztem az ebéddel, és most már forzázunk bizony. Szervusz, Deniminátor, üdv mindenkinek, skacok. Tehát van klub is, most már van klub is, hogyha valaki esetleg oda csatlakozna, mert hajtottam végre ilyen tuningolásokat is a kocsikon. Welcome back, Cobra. Bizony, Cobra visszatért. Mutatom nektek, hogy mim van, vagy mim lett azóta közben. Lett egy ilyen Stingray 427-es, 1967-es Chevrolet-m. Aztán lett egy ilyen Fordunk is, ilyen tuning Fordunk. Nyitottam ilyen Hot Wheels-es kocsit. Na ez volt az a kocsi, amit a legutóbbi streamben nem tudott senki, hogy ez így mi ez a kis akármi. Ugye nem mutatom nektek, hogy ez így hogy néz ki. Aztán lett egy ilyen Hyundai-om, meg ilyen, hát ezt nem tudom, én ilyen nem akarok játszani, de most már van ilyen, nem is, meg egy ilyen Volvo-m is szintén. Ezzel a Volvo-val se akarok sűrűn játszani. Mutatom nektek, hogy mi ez a kocsi. Hát ez így néz ki. Erenden, kösz szépen, megy mellettes csírt. Kösz szépen a támogatásodat. Szóval ez így néz ki, srácok. Elég érdekes. Elég érdekes. Jó. Oké, autócsere. És akkor a Corvette. Üdv mindenkinek, srácok. Mutatom nektek a klubot is. Ahogy az újabb kódban, a Vanguardban is van a saját csapatunk. Nem maradt el a Forza sem. Szóval van klubunk. Az a neve a klubnak, hogy Ienter Vadászai, és Y Han a tagünk, mert hogy ennyire voltam kreatív. Az összes többi, amit így próbáltam, az foglalt lett volna, de van ilyen klubunk is, szóval ha esetleg csatlakoznátok nyugodtan, ha esetleg nem tudjátok, hogy kell, kérdezzetek. Kell keresni egyébként. És akkor előjön ez az Xbox konzol társalkalmazás, és akkor itt lehet keresgélni. Szóval, hogy ilyen Xbox-os alkalmazás előjön, hogyha erre nyomtok. Konzolon valószínűleg egy kicsit egyszerűbb. Jó. Na és akkor a kampányokat szeretném nyomatni, meg szeretném a kampányok előtt mutatni nektek, hogy mi az, amit találtam. Itt a fesztivál esemény listánál. Ez pedig a Playground Games lenne. Ahol egyébként többfajta játékmód is van, Capture the Flag, meg egyéb ilyen multis mókák. Úgyhogy most rányomok a csapatkeresésre, szerencsére kevesebb, mint egy perc, és talál egy csapatot. És megmutatom nektek, hogy milyen ilyen multis mókák vannak, ilyen PvP mókák vannak a játékban az Eliminátoron kívül. Itt mindenki meg skacok. Fast travel. Hát oda nem tudom, hogy lehet felmenni.
Ja, meg ki akarjuk próbálni a driftelésnél azt, hogy milyen, hogyha ki van kapcsolva a TRC. Azt hiszem, azt mondtátok. Ki kell kapcsolni a TRC-t, hogy drifteljünk. Olyan jól néz ki ez a Corvette. Nagyon jó. Most elvileg várunk arra, hogy behívjon a többi játékoshoz. Úgy az igazi, hogyha minden off. Én még olyat nem próbáltam. Jaj, ne. Ja igen, Subaru-val kell nyomni. Tényleg ilyet már kéne szereznem. Nem tudom, egyáltalán lehet a saját Subaru-val menni ezekre a versenyekre. Vagy csak béreltem. Itt két csapat játszik egymás ellen. Már olyan módot kapunk. Túlélés. Van olyan mód, ahol ilyen koronát kell elkapni, de a korona csak, mit tudom én, 10-20 másodpercig lehet rajta, mert utána lelassul a kocsi, szóval gyorsan át kell adni a társnak. Na itt például az van, hogy fertőzöttek vagyunk, és a többieket kell megfertőzni. Túlélőként pedig, ha fertőzött túlélőhöz élünk, akkor leszedjük róla a fertőzést. Erre nem lehet fix embernek ajándékozni, autót kapnál pár, hát rendes tőled, Rózi. Te is csapatod ezt a... Te zombi vagy, kapd el a túlélőket. Megyek. Megyünk rájuk. Elvileg erre van egy. Oké, ott van. Megfertőztünk egyet. Még kettő túlélő van. Van utolsó túlélő is. Ő itt megy éppen. Esélytelen. 40 órád már van benne? Azt hiszem a Dirt 3-ban is volt ilyen infected mód. Szerintem amúgy a Forza 4-ben is volt, csak én nem tudtam róla. Na most, mi vagyunk a túlélő? Így van, élesszel a fertőzött játékosokat. Megpróbálom majd átrakni valahova máshova a kamerát, hogy jobban lássátok itt a statokat. Hát ez szívás, srácok, gyorsan egy túlélőhöz kéne mennem. Ragályos vagyok. Úgyhogy gyorsan. Kell nekünk egy túlélő, nagyon gyorsan. Valahol egyébként itt van, de én nem látom. Hát ez kellemetlen, srácok. Ha alul lennének? Lehet, hogy alul mocorognak. Ja, hát ez rip, de... A csapatunk jobb volt. Na, gyorsan átcammogok ide. Bizony, mert nálunk volt kettő túlélő. És akkor jön a következő játékmód. Miért nem vagy benne a klubban? Hát ezt én sem értem, Frozen. Miért nem vagy benne a klubomban? SSD-n van a játék, tehát már átraktam, srácok. Csapat királya.
Na, a csapat király ez a koronás cucc. Vannak a csapatodban és az ellenséges csapatban is, akik kapnak koronát, és az a lényeg, hogy minél tovább legyen rajtad a korona, amikor még nem vagy lelassulva. 30 másodperc után lesz lassulás, hogyha korona van a fölötted. Na nézzük! Kapd el a másik csapat királyát, hogy ellopd a koronáját. Na, ez a feladatunk, srácok. Oké, ott van egy. Ott volt egy. A Capture the Flag-ba vagyok a legjobb. Na, hát, jó. Ott van egy lefáradt autós. Adod ide a koronádat, hopp, én vagyok a király. És vigyázni kell a kékekre. Eddig nyerésre állunk, igen, épp azt akartam mondani. Ha jön mögöttem egy csapattárs, ó, az nem jó. Akkor ő el tudja venni tőlem, hogyha le vagyok lassulva. Köszi! Hogy állhatnak nyerésre? Hajrá, team! Hajrá! Ez gond? Van-e itt körülöttem piros? Vedd el tőlem, vedd el! Ezt mondjuk nem így kellett volna. Oké. Kerizem a csapatot. Itt van mögöttem egy piros. Hol a társam? Hát nem viszi el a koronát, haló? Jó, viszi. Nagyon rosszul állunk. Ez hogy lehet? Oké, ott egy korona. Meg vagyok? Na, zsír, be is tudtál szállni a klubba? Rózi. Királyság, nem tudom mennyi időnk van még. De náluk van az összes korona. Hát szar a csapat. Erre azt lehet mondani, srácok. Azt bizony elveszem tőled. Az loppa lesz. Köszi, hello! De mert meghívós, ne szivas. Én majd átnézem a... portfóliódat, Rózi, bizony. Hát kéne keresni egy csapattársat, itt ez a piros. Ja, hogy neki is koronája van. Mondjuk, hogyha társ, akkor nem értem, miért nem jelzi a koronát. Érjél egy csapattársat, hát azt szeretnék. Ennyivel tudunk menni, srácok. Le vagyunk lassítva. Oda a korona, bizony. Mit csinál szerintetek a csapat? Van még egy percünk. Noob team. Ha nézzük, látunk-e statokat? Aha. Hát igen. Dark Darm nem igazán értette a feladatot. Meg Med akárki se. Ah.
idő királyként, meg idő parasztként, meg királyok ellopva, vagy mi... Igen. E-Hunter vadászai meghívó kérést kapott. Oda néz. Rányomok, Rózi. Így van, rögtön a többieket kell hibáztatni. Ott van. Frozen D, meghívó küldése. Rányomtam. Na, ez melyik mód lesz? Nézzük, zászlózás. Így van, fogjál kék zászlóvivőt. Zárd el a kék pontszerző zónát, hogy az ellenfél ne szereshessen pontot. Hát akkor most nekünk nem kell hagyni, hogy az ellenség pontot szerezzen, oké? Nekik meg nem szabad bevinniük a zászlót ennyi. Remélem, hogy a társaim értik a feladatot. Oké, szerintem bebagoltam. Nem lehet újra spawnolni? Lehet a társaim azért nem szereztek pontot, mert bebagoltak ide. Értem. Ez jó. Ez jó, srácok. Mit lehet csinálni, srácok, ilyenkor? Visszatekkelni nem tudod? Nem lehet nyomni semmit. Azt mondom, hogy jó játék. Ő is idejött. Köszönöm szépen, kedves a Vavrzin társam. Szia! Ennyi. Kettő zászlót is elvettem. 6 zászlót bevittek, te jó ég! Te jó ég, 6 zászlót bevittek. Hetet. Minden igaz, itt valaki jön mögöttem. Nem szabad hagyni, hogy bevigyék az ászlókat. Pont viszi valaki. Hát ez jól sikerült most. Az elszaladt. Hol lenne megtanulni kezelni a kamerát? Ne! Jó, megyünk egy kicsit hátrébb. Ja, mert hogy 6v2 van, értem. Hát kiléptek a társaim, ez jó. Te jó ég. Miért lépnek ki? Túl hosszú ez az esemény sorozat. Ez nagyon izgi lesz így. 6v2. Zászlólopás. Hárman védik a zászlójukat, hárman meg idejönnek a pontra. Ez 3 percig. Csak el kell vinni a zászlót.
point and your flag. Dust yourself off and go get another one. Jó, legalább sikerült elcsalni őket. Amúgy itt igazán lehetne valami balansz a játékban. Kár, hogy nincs. Tudát és nagyon ügyes vagy. Már 1v6, már 1v6 a társam se bírta. Rájött, hogy ennek így nem sok értelme van. 1v6, így az igazi. Mi van? Na mi van? Ott van a srácok, egy pont. Ott van. Egy ez egyedül is. Kár, hogy... Nem szabad folytatni. Nem szabad folytatni a mondatot. Hát ez egy Pontiac? Pontiacus. Rózita, jössz egyet ilyen PvP-t? Vagy még nincs vége, nem emlékszem. Most ez még megy tovább? Remélem, hogy megy tovább 1v6-ba. Értem. Ez nagyon kedves. Nagyon kedves ez a játék. Mi megy tovább. Csak el kell kapni a népeket. Mondd, itt vannak a itt van a gyógyító mögöttük. Csináljátok.
ennek gyógyulni. Ja, és akkor ez megy még 2 percig? Aha. De azt szeretnék, hogy gyorsan vége legyen, akkor hagynák egyébként, hogy megfertőződjek. Ez szerintem nekik is uncsi. De hát... megmutatom, hogy mit lehet csinálni egyedül. Pedig épp azt akartam megmutatni, hogy ez egy milyen jó mód, srácok. Azt valójában... hát... mit lehet erre mondani? Nem így kell prezentálni egy módot. Hogy mondjam erre azt nektek, hogy jó ez a játék? Igen, közben bevonták a rendszámom, mert fejjel lefelé érkeztem. Visszajött a rendszámom. Utolsó forduló, srácok. Ezt már nagyon sokan nem bírják. Ezt az utolsó fordulót. Túlélő vagy, és kerüld a fertőzötteket. Ez jó. Ez jó lesz. Na, hány másodperc lesz szerintetek? 6-tán jönnek rám csak. Jó, nem jönnek olyan sokan. Ez izgi lesz? Ah, nagyon izgi volt, tökre élveztem meg minden ilyesmi. Ez 23 lett. Big like. Amúgy kettem még lehetett volna valamit alkotni. De hát egyedül esélytelen a dolog. Ez nem szomorú, ha ez kiábrándító. És mi történik? Ja, értem, nagyon sötét volt. Listen to this. I met some American collectors at the festival last night, and they said they were close to tracking down a Stone Cold classic right here in Mexico. So, I was thinking, if we find it first... Érted, mit csinálsz, hogyha valakinek ki kell lépnie, vagy elmegy az internet, akkor ez nem a játékosok hibája, hanem a játék hibája, hogy nem pótolja a játékosokat. Na. Nem tudom, hogy lehet grupot csinálni. Azt mondja. Online. Klubok. Konvoj. Szerintem ez kell. As we all know, Horizon drivers just love to roll in convoys.
This is the place to start or join one. Barátok meghívása. Gyorsan akkor ezt elrejtjük. Na nézzük. Akit ismerhetsz. Húha. Nem tudom, hogy kell meghívni. Hogy kell meghívni Frozent? Ajaj. Pillanat, srácok. Most először próbálom, hogy milyen ez a partizós móka. Na, azt mondja, hogy már az a helyzet, nem láttam, hogy mi a neved. Elvileg ketten bent vagytok, de mégse. Játékos lista. Ott van. Ott van. Na. Azt mondja. Frozen. Daj. De. Értem. Elvileg nem tudlak meghívni. Online konvoj és ott. Igen, csak nem vagyunk barátok, és a klubból meg nem tudom meghívni. Ebben bejelöltelek Barinak. Ebben bejelöltelek Barinak, Frozen. Frozen éppen felfedezi Mexikót. Y, barát meghívása. Barátok. Frozen, megerősítés. Tehát klubból nem tudok meghívni barátot. You're the convoy leader. Remember you have to set up the events. Ott van. Auto ghost is disabled for drivers in your convoy. So you can trade paint if you really want. Na és akkor rámegyünk erre, mert ez nagyon vicces volt. Párosodunk elvileg. Még Frozennek is párosodnia kell. Ez kényszer barátság. Egyébként nem lennék Frozennek a barátja, mert nem fizet ahhoz eleget. Na, elvileg Frozen csatlakozott rám. Itt sem jött egy reklám, de csak a hang, ugye? Most nem tudom egyébként mi történik, meg miért van itt az egerem, és nincsen semmi jó eljelem. Esténként kölgnek a Forza szerverei, azt mondod? Tartvérik. Nincsen HUD. Most ilyenkor mi van szerintetek? Minden rendben? Ja. Akkor jó. Az helyzet, még azt sem látom, hogy mennyi pontot kapok. Egyáltalán számít, hogyha itt trükközök? Este idézel, trükközök. Na végre. Folyamatosan megszakad a kapcsolat a szerverrel, szétdobálja a konvoj, szóval esténként van baj. Oh. Na most, srácok. Igen, a versenyre vártunk ezek szerint. Na, ez lesz a mi csapatunk. Reméljük, hogy... remélem, hogy Frozen ott az asztalon ott a ruhában. Ekbalám túlélés. Jó, ez a bérelt cucc? Jó, ez amúgy alapvetően jól gurul. Valaki nem bérelt el van. Oh. Ketten nem bérelt el vannak. Ja, hogy Frozen Lancerrel van. Ok. Ha Frozen van ezzel a vörös járgánnyal. Ott van. Nézd meg, felborít, megborít.
Jó, még feláll. Még felállhat. Jó, négyen megyünk egy túlélőre. Bekerítem. Ennyi időnk van, 3 perc. Ez elszaladt előttem. Hoppá! Jó, akkor megyek a többiekre. Ne érezzék magukat már ott biztonságban. Hogy lehet így? Értitek, meg akarok mutatni nektek egy jó módot, és nem tudok, mert beszorul a karakterem. Mármint a kocsim. Hol vannak egyáltalán? Szerintem a piramisnak a tetején. Vagy az oldalán. Pont itt van, de jó. Hopp! Már csak egy van. Már csak egy van. Mlofman. Valakinek nagyon durva muzsikája van. Nem tudom, hogy egyáltalán lehet nagyítani itt. Hol lehet az utolsó? Neked van menő muzsikán, Frozi? Hol az utcsó? Térkép nem is mutatja már. Ez jó. Nem mutatja a térkép, hogy hol van. Akkor hogy lehet megcsinálni egyébként? Azt mondja Prozi, hogy fertőzd meg őket, nincs hova bújnod. Hát a véleményemet majd a végén mondom el, jó? Majd a végén mondom el. Annyit mondhatok, hogy tegnap nagyon élveztem ezt a módot, és ma borzalmas. Mi történik? Mire várunk? Szávasztok, srácok! Az alapján nehéz elinni, hogy tegnap élveztem? Hát igen. Úgy azt kellett volna csinálni, mint a TESZ-szervernél, hogy egy videót mutatok meg nektek arról, hogy milyen jó egyébként a TESZ-szerver, a Siege-es TESZ-szerver. Most egy videót kellett volna megmutatom nektek arról, hogy milyen jó amúgy ez a mód. Nincsen, na van, még nincsen. Az a jó, hogy ilyenkor nem lehet semmit se nyomni az égvilágon, tehát nem lehet semmit nyomni.
Ja, de lehet nyomni Alt F4-et. Így van, mindent lehet nyomni, csak semmi nem reagál, kivéve az Alt F4. Lehet forgatni a kamerát? Neked. Nekem még az se lehet. Na jó, csapó sok. És nyomta egy Alt F4-et, és újraindítom a játékot. Szóval szerintem ez a játékmód, ez a Playground alapvetően nagyon jó. Jó játékmódokkal van tarkítva. A koronaszerzős, fertőzős és zászlós, ez nagyon jól ki van találva szerintem. Kár, hogy nem tudom nektek most ezt prezentálni, hogy így mennyire jó élmény egyébként. Kár, hogy nem tudom nektek most ezt már mutatni. Pedig amúgy annyira király. Bízunk benne, hogy most, ha becsatlakozok, és még Frozent is pikpak meg tudom inválni, akkor meg tudom nektek tényleg mutatni, hogy ez mennyire jó. Sima versenyt is mehetünk akár majd. Még az Eliminátort azt szeretném megmutatni a skacoknak, mert azt még nem is próbáltam, csak hallottam róla, és amikor szerettem volna próbálni, akkor már nem volt játékos. Kicsit bugzik, de dolgoznak rajta, azt írták már a hétvégén. Ja, csak ha azzal nem kezdenek valamit, hogy kilépkednek az emberek, és a játék nem pótolja a játékosokat, vagy kezd valamit. Tehát egy 2v6, vagy egy 1v6, ha már a harmadik fordulónál kialakul, akkor azzal kéne valamit kezdeni, és hát itt nem nagyon kezdtek semmit. Az neked nem bérelt kocsi, Frozen, az neked a sajátod volt, nem? Legalábbis nekem úgy nézett ki. Online konvoj. Aha. Klubok. Hát nem ezt akartam. Itt akkor... meg akartam hívni Frozent. De hát akkor nem lehet ilyet. Jó, konvoj... Nem konvoj keresése, hanem konvoj létrehozása. Ó, most már van ilyen is, azt figyeljétek. Hogy konvoj létrehozása. Csak meghívással. Meg olyan is volt, hogy bármi belefér. Engem minden meccs közben kidobál, meg satufékezik, és így offline kell játszanom, várom már én is ezt a hotfixet. Nekem szerencsére nem volt ilyen. Na, 5 másodperc és kezdődik az esemény. Backfall bad is ilyen, ott is kilépkednek és ott se pótolja, ráadásul belép valaki mindig annyival nehezebb a meccs, de ha kilépsz nem lesz könnyebb. Ebbeleg Frozen itt van. Valahol. Kár, hogy nem tűnik el az egerem, ez egy kicsit zavaró. Most leállt a játékom. Eső nélkül nincs nyeremény. Mondjuk én is, amikor csináltam a speed kapukat, akkor ha túl gyorsan mentem neki, akkor néha random megállt az autó. Wow. Nekem hétvégén este nem volt gond. Hál' Isten. Belépés csapat királya játékokba 2. 5 szerzett figyelmeztető táblacsomag.
Na, mit gondoltak, srácok? Harmadik próbával meg tudom nektek mutatni, hogy milyen ez a játék volt? Szerintetek? Olyan szupi lenne. Sima? Jó, legyen úgy. Ott van bal oldalt, Frozi. Jól látom, két mechanikus keze is van. Túlélés. Na, most az a lényeg, hogy a fertőzöttek, hogyha elkapnak, először is ne kapjanak el, de ha mégis elkapnának, akkor olyanhoz kell menni, akit még nem kaptak el. És akkor kikúrál minket. Jó, itt van velünk Frozi, okés. Neked miért van egy korona a neved mellett? VIP? Oh. Tanultam, srácok. Azt... Ez mi? Ez mi volt? Tanultam. Ide kell elbújni. Megtanultuk. Szerintem Frozennek van ez a hangja. Jók vagyunk. Frozent, ahogy látom, elkapták. Nem vett észre. Moss, miért állsz? Azért állok, mert a feladat az, hogy engem ne kapjanak el. Kéne amúgy a többieket is gyógyítani. Kéne a többieket gyógyítani egyébként. Én most barát vagy ellenség? Ellenség! Rakályos vagyok! A lilákhoz kell menni. Az gond, az gond. Ketten is üldözik. Adj a baj. Szia, Mauzia! Na, gyorsan meg kell fertőzni a többieket. Láttam, hogy ez ilyen e-sport pozíció, azért mentem egyébként oda, azért kenteltem ott a lépcső alatt. Bokon. Te elkaptál engem, Frozi? Mert nem is figyeltem. Ezt a blue fish-t akarom elkapni, srácok. Oké, okay, megvan. Bocsitom, mint Peroni. Oké, okay, még három embert kell elkapni. Én már nyomtam olyat, Mauzil. Én voltam az egyedüli, aki
A 6v1-ben volt. Nagyon izgalmas volt. Hát én tudok ilyen trükköket is, igen. Roof is jól nyomja. Kigyógyították. Misa kását kigyógyították. Ők jobban nyomják látszólag, mint mi. Érted le, hogy mindig neki megyek egy ilyennek. Jó, mert csak Bluefish van, őt meg simán el lehetne kapni. Ah, nem csak Bluefish van. Ott van! Meg lehet, sikerült? Szia, Xoxi úr! Na, gratula az apasághoz! Sok egészséget nektek. Ó, egy másodpercen múlott, srácok. Egy másodpercen. Wow. Egy másodperc. Zorka. Gyors utazás az úti célhoz. Legalább az első kör az jó és intenz volt, srácok. Ez, hogy 5 körös egy ilyen meccs, ez annyira nem. Ó, és most jön a királyos. Mert ez a második volt, bocsánat, hülyeséget beszéltem. Ez a harmadik kör. Itt most koronázni fogunk. Tehát elvitattad angolra inkább a játékot? Ja, van rá lehetőség. Most meg kell keresni a másik csapat királyait, és el kell lopni tőlük a koronát. Egyet már látok itt egy bal oldalt. Vagy jobb oldalt? Ó, pont elmát mellettem, de semmi gond. Ott van. Viszont a korona nem lehet túl sokáig rajtad. Arra figyelni kell. Az összes korona nálunk van látszólag. Jövök. Elvettem. Nem lehet rajtad sokáig a korona, mert akkor lelassul a kocsit. Hopp, elvették a koronát. Ez gond. Ojjaj. Ott bal oldalt van valaki, aki le van lassulva. Jövök, Haribari. Jó. Be a dzsumbújba, mert itt volt egy piros mellettünk. Jó. Elmegyünk az e-sportolós részre. Le fogok lassulni. Legalább nálunk van a korona. De ezt biztosítottam. Többieknek már csak a pirosaktól kéne elvenni. Jók vagyunk. Ennyivel tud menni max a kocsim. MB, köszi szépen a 7 hónapot, srácok, peregjenek a szövegek.
Oké, még 2 percig ki kell bírni. 2,5 perc fontosabban. Jézus, MB. Rózi itt közben nyomja a muzsikáját. Rózi is itt van mögötte koronájával, nagyon jó. Remélem jön majd később a másik pálya is. Ez az e-sportoló hely, ez nagyon undi. Főleg azért, mert nem tudsz a térképen állítani, hogy akkor most megnézd, hogy hol vannak a társaid. Jújjúj. Ellopta. Ott van Gustav. Gustavtól el kell lopni sajátszak a koronát. Bluff is jó játékos. Ügyes volt. Akkor nálunk van? Aha, elvileg Aribari elvitte. Nem állunk jól? Zövét el kéne vinnünk, aki itt van. Ne! Hát biztos jó pillanat lehetett a kis opcióra. Hú, nyertünk, szuper. Hú. Még egy szintlépés, srácok. Lett volna fölött a 200.000 Cristiano Ronaldo, hát de hát nem azt adta be. De lett minden zsír MV egyébként, peregenek nyugodtan azt vegek, srácok MV-nek. Sohasem Cristiano Ronaldo. Csapatos zászló futam, nézzük most kik leszünk mi. Zászlót kell védeni vagy lopni? Aha, most védenünk kell. Most védenünk kell. Szevasz, nos, szevasztok, srácok. Jó, zászló még nincs senkinél. Már 3 embernél is van zászló. Oké, egy visszament. Jobb oldalt gáz lehet. Meg mögöttem. Kicsit lassítok. Jó, 5. Aha, jobb oldalt el tudják vinni a zászlókat. Jézusom, most mindenkinél van zászló. Ó, egy hajszányira. Hajszányira voltam attól, hogy megakadályozzam. Jó. Jók vagyunk.
kettő zászlót vittek eddig be. Jól lelassított, basszus, ügyes volt. De elvették tőle? Nem vették el. Az helyzet nem szólt hárman utána menni. Mert addig a többirek ellavíroznak itt. Persze, hogy neki megyek mindig. Jézusom, mindenki viszi a zászlót. Itt úgy néz ki, hogy ezek a srácok nem ostobák, akik az enemiben vannak. Kettő pontot is bevittek. Jó, pont sikerült leakasztani. Itt ezen az oldalon lesz valaki. Hatot már bevittek. Oké, elvették. Jó. Elvettem? Nem, bevitte, basszus. Ó, és még egyet bevitte. Jó, de többet már nem fognak. Jó, tehát ők 8-at bevittek. Nekünk ebből többet kéne. Nagyon jól csinálják. Ők nagyon jól csinálják. Lehet kéne tuningolni a kocsi, nem tudom, hogy úgy be lehet-e hozni versenyre, Frozen. Ez ilyen eukszid mindenkinek, srácok. Valami leesett itt a kocsikról. Zászló szerzés megvolt. Prozent akarják. Oké, egy meg is van. Utolél a srác kb. Kétszer is, hogyha lehet tuningolni? Másfél perc. Ne! Hát ez egy kicsit kiábrándító. Még van másfél percünk, srácok? Utolsó pillanatban kilak, mert elvették tőlem. Ha zászló van nálad, akkor nem látod, hogy hol az enemi. Már srácok. Fél perc. Még kettő zászló. Az helyzet... Most az helyzet már nincs idő. Már nincs idő visszamenni.
ez a legnagyobb hülyeség, srácok, amit csinálok. Ice megnyerték, sajna. Fú. De azért nyerünk így is. Azért nyerünk így is. Én nem figyeltem, Frózi, hogy ide milyen kocsikám. Szerintem ettől megnyertük. Hogy ez nem lett meg, ettől még nyertünk. Több módban nyertünk. Még van? Még tart? Azt hittem, hogy nem. Ez hanyadik forduló? Öt darab van, és akkor ez az ötödik? 4/5, ez a negyedik. Ha jól láttam, 700 volt a max erősség. Ó, köszi, Subbex. Azt majd mondnám meg, hogy hol lehet megnézni, mert én nem értettem annyira. Na tehát, mivel túlélők vagyunk, ezért nyilván fölkempelünk ide. Hopp! Jó, egyen lejjebb megyünk, csak egyen. Ne! Állj fel! Ez az. Azt mondta Frózi, hogy jó játék. Meg kikapcsoltam a zenét. Jó helyen vagyunk itt? Az. Adja baj! Ez jó. Szegény. Itt vagyok, itt. Aj, elkaptak. Rosszul állunk, mert... Szegény srácra mindjárt rámennek. Na mindjárt megértem a... Mert hogy mindjárt elolvasan a szakértelmet, Szabex. Ó, ez nem volt jó. Ezt nagyon elrontottuk. Mutatja az eredménytámlát a verseny elején végén, ott van egy olyan B664, igen. Igen, azt vágom. Ja, látom, hogy a 700-as a max, tehát ott a srácok tuningolt kocsival jöttek be, aki 700-as. De ők honnan tudják, hogy mi a max például? Kikísérletezik? Vagy ez hogy megy? Egy fertőzött. Kapni Misit. Ott van Misi. Hozzon elkapja? Nagyon jó, Misi megvan, már csak egy van. Ha elkapta Gusztávot, az gond. Mindig ketten vannak. Jó, jobbak vagyunk. Jobbak vagyunk, srácok. A mi túlélünk az tovább írta. Micsoda? Nem már.
kettő győzelemmel előttünk vannak így, mert hogy a miénket elkapták. Ó, a fene vinnél. 400 a max low erő, aha. Ja, értem. Tehát akkor csak B kategóriás kocsival lehet jönni. Aha, aha. Aha, értem. A direkt olyan kocsikat raknak össze, ami erre az eseményre jó. Ezt jó tudni, köszi szépen. Na, a csapat királya. Szia, Steve. Nem tudom egyébként most, hogy hogy állunk, nem érje ki a játék. Frozen koronával indul már, nyomja is az e-sport taktikánkat szerintem. Még jó? Na, jól sejtettem, Prózi, hajrám! Ez a gond, hogy háromban az enemy-nél, tehát ez nem jó. Bal oldalt nagyon nagy akció van. Nem látom itt, hogy kinél van a korona. Koronás meglógott. Nálunk meg csak Frozinál van, hajrá Frozi. Jó. Nekünk lett egy. Vaj, lassított. Szevasz, Misi! A korona. Én már nyomtam volna itt az e-sport taktikákat. Jó, de akkor innen hogy lehet lejönni? Hát akkor nem így megyünk le. De jó nálunk. Hát nem, az helyzet nem állunk jól. Maxabb, hogy nálunk volt 3 korona. Ahhoz képest több kört hoztunk. Így, hogy nekik tuningolt kocsiuk van. És lehet utolérni. Csak hogyha lelassul a kocsija. Meg lesz az Frozi.
Hú, megvédtük Rózit. Nagyon jó. Kettő embert is blokkoltam, de az helyzet nem állunk jól. Értem, és akkor így beszoroltam a szélére. Hát ezt nem nyertük meg. De legalább most már tudjuk, srácok, hogy... ide bizony tuning kocsival kell jönni. Hárman is úgy ott vagy be. Nálunk meg, ahogy látom, csak kettem. Legalább egy terep gumi kell. Ja. Hát ők most nyertek. De mi meg mentünk egy jót. Hát a 175 000 Cristiano Ronaldo-nak jobban örültem volna. Na, srácok! Hogy tetszett nektek ez a mód, ez a playground, ez jó volt, nem? Jó ez a playground. Azért. Izgi. Van még egy olyanunk nekünk, ami így érdekel. Azt hiszem azt is ide rakták, hogy eliminátor, nem tudom, hogy oda tudunk-e portolni. Ó, az eliminátort egyedül lát, akkor nem eliminálunk. Viszont, mit lehetne nyomni? Király volt? Na, örülök. Figyelmeztető tábla kifutó. Hát azt csináltam. Azt megcsináltam. Oda meg drift autó kell. 15 perces gólját, hogy parancsolsz, Rózi, ezt hogy kell, mint kell. Egy kör a map szélén. És erre van valami izé? Küldi? Amúgy csináltam ezt a szezonális bajnokság vízszintes esőt, és így nem tudtam megcsinálni. Ez az. Klasszikus izomautóval kell menni. Nyerd meg a bajnokságot. Megnyertem, srácok, a bajnokságot, és így nem adta meg. Mit lehetne nyomni? Bármilyen árkád esemény. Akkor ilyet nem? Igen, olyan, mert csak olyan izomautóval lehet csatlakozni. Például egy, hát a DeLoreanus, ami nyerhető 26 pontnál, azt meg akartam szerezni. 20, tehát hogy még 14 pont kellene, de így nem tudom, miket kéne csinálni. Mármint, hogy tudom, hogy miket kéne csinálni, csak nem egyszerű. Főleg ezek itt nem. 50 körös góliát. Jesus. Szerez két csillagot a Mule G magaslat figyelmeztető táblánál. Chevrolet C8 Corvette Stingray 20-20-szal. Aha, és ez hol van? Azaz, aha. Két csillag, Chevrolet Corvette akármivel. Van olyanom egyáltalán? Ez nagyon szuper. Ó, meg lett a Morgan. Az összes Morgan. Kaptam 1000 TP-t érte. Tehát Chevrolet. Hopp, ott van. 20-20-as. Akkor ezzel gondolom én. Nincs másik 20-20-as. Tehát ezzel kell ott valamit csinálni. Kettő csillagot szerezni. Így emeltünk amúgy valamit, Frózi. Mondj valamit egyébként. Hazautazásra van
ingyenes. Ami fehér, például ez a stadionos, az nincs kész, ezek a bajnokságok három versenyesek. Igen, de azt már megcsináltam háromszor, és háromszor újra kezdtem. És három helyen kell ezeket megcsinálni. És egyszerűen nem adtam meg. Mert megnyertem kétszer is. Egyszer elsőnek nem nyertem meg, nem voltam első. Viszont a következőt megcsináltam még kétszer, de úgy, hogy mindegyiknél első lettem, és nem adta meg. Jó. Na, cserélünk egy kocsit. Beállítottad a nehézséget? Tehát ahhoz nem lehet nehézséget beállítani, mert ott automatikusan a legnehezebbet állítja be. Úgyhogy ott nem lehet nehézséget állítani. Max olyat, hogy legyen-e, mit tudom én, visszapörgetés, meg ilyenek. Ott van fönn. Azt nem is tudjuk ketten csinálni, Frozen. Na, ezzel kell most két csillagot szereznem. És az egyébként gond ebbe a bajnokságba, hogy ugye három versenyes és egy verseny 5 perc, mert hogy köröket kell menni alapvetően. Volt egy, aminél nem. De hogy kettő meccsnél köröket kell menni, és 5 perc, negyed ó, tehát fél órát szenvedtem, ha nem többet azzal, hogy ugye meglegyen a nyert bajnokság, és így azt mondtam, hogy jó, akkor ennyi elég volt. A három versenyes és még köröket is kell menni. Meg lett, srácok. Meg lett a két. 30 méter kellett volna. Vocsó, vocsó. Ilyet tudunk együtt csinálni szerintetek? Benne vagy a legjobb 100%-osok között. Nem tudom, hogy ilyet tudunk-e együtt csinálni, Frozen. Éppen térképet néz, le akar vadászni. Nem lehet. Ez sztori. Jó, akkor... Akkor mit lehet egyedül? Majd, hogy mit lehet ketten, vajon? Elvileg ezt lehet ketten, de ezt most így nem akar behívni, mert hogy nincsen esemény. Fuss tiszta kört bármelyik riválisok eseményen, teljesíts egy menetet az eliminátoron, bemutató. Oké, ezek a napik voltak. Az évszakos... Igen, most azt nézem éppen. Ez az, ami nem ment nekem. Ez az, a vízszintes eső. Ez két kocsit is vettem, srácok. Haláld meg a kincset. Ó, hogy ez a piros azért van itt. Ez tök jó lenne. Hol lehet a kincs? Tehát egy ládát kell keresni. A kép az egyébként segít abban, hogy hol van. Hol lehet itt a láda? Pont otthon, ahol a kép mutatja. Aha. Ja, akkor itt a följövünk. Nem tudja megmászni. Lecseréljük ezt a kocsit, srácok. Nem lehet megmászni. Frozen itt esik, telik. Szegény kocsi. Na, feltol. Le fogunk csúszni. Hoppá!
Ez az? Nézzük csak meg még egyszer a képet. Igen. Nézzétek, én már látom és ott van. De jó, oké, ez a kincskeresés, srácok. Hayley, that treasure chest. Does it look like this? That's the one. Enjoy it. Ez az első, amit megtaláltunk. About payment structures, but they're already getting excited about where. Az X jelzi a helyet, forzaling, tehát tudok ilyet majd mondani. Hát ezért megérte. 5 pont egyébként, úgyhogy megérte. Na, ezt nézzük. Mit mond? Horizon Open éri el 224 km/h sebességet egy Horizon Open versenyen. Hát ez nem tudom melyik. Azt tudjuk együtt csinálni, szerintetek? Meg az Horizon Open-nek tűnik. Nem megyek oda, és akkor hát hogyan tudunk menni egyet Kózival. Aztán kipróbálom, milyen az eliminátorozás. Meg amúgy váltok kocsit, mert a Corvette-et akarom húzni. Kipróbáljuk, milyen az eliminátorozás, meg haladunk egy kicsit tovább a küldibe. A rögtön ott egy XP-s tábla. Esk online, és akkor középső menni belátod ott. Jó. Esk online. Horizon Open. Ó, nagyon jó, köszi. Itt van a Playgrounds is. Most rányomtam erre. Akkor most bejoinolt? Rá... Aha. Versenyzés. Ó, köszi. Horizon Open. Aha. Válasz autót. Aha. Aha. Jó. Remélem, hogy ez jó lesz. Neked volt rá kocsit? Frózi vagy bérelned kellett? Köszi szépen, srácok, egyébként a válaszokat. Nekem kiírta, hogy rengeteg backend hibakód. Látod, még a sub-edget is elvesztettem. Annyira hibás lett a játékon. Feels so good. Szia Baki, ha-ho, ha-ho. Sziasztok, srácok. Ott egy lovacska. Átulján, kocsinak. Saját matrica lehet a játékban egyébként? Végén alig bírtad abba adni a Forzát, komolyan, Blade? Vagy az Elden Ringet? Lehet saját matrica? Ó, aha. Vagy Frozen, mázd listam. Én meg itt nézem a kocsimat. Ez nagyon izginek tűnik. Lehet, hogy megint Alt F4-ezni kéne. So good.
ezek a várakozások olyan szomorúak, hogy, hogy ennyit kell várni, srácok. Na, aha, 700-as a max, tehát Manticore megszívta. Nem vagy itt, Frozen, na basszus, micsoda kocsiban nyomják. Miért vagyok ilyen szürke? Nem lehet nekem jönni? Menőnek tűnik ez a pálya. Csak egy kicsit sok a Maya templom. Most meg miért nem vagyok szürke? Nem szabad sok időt tölteni a vízbe. Hát az nagyon lelassít. Hoppá, frog dog. Miért megy? Miért megy a fiú? Falnak ütközése lassító alkalmazva. Okay. Costing nagy sebesség ütközés várható. Szóval ilyen büntetések is vannak. Egy meg afkol. Én meg utolsó vagyok. Hát ez szomorú, srácok. Nem szabad ütközni. Nem tudtam, hogy itt ilyen büntik is vannak. De hát így tanul az ember. Hogy lettem utolsó? Ha van egy afkolónk, hogy vagyok utolsó? Jó, most már a tabellán se vagyok rajta. Nagyon fura ez a scoreboard. Valaki megunta. Frozen közben csatlakozott a konvojhoz. De hogyha egyszerre meghívás alapú konvojt csináltam, akkor hogy csatlakozott hozzá Frozen? Van baj. Igen, azt csak úgy, tehát nyerned kell itt a szezonális eseményeken, nyerned kell. Blade csak akkor adja meg a pluszpontot. Most akkor negyedik vagy harmadik láttam. De hát azt hogy? Na mindegy. Hogy mi? Negyedik láttam, de amúgy a bajnokságon harmadik vagyok.
Igen, igen, azért nehéz őket megelőzni a Moodblade, mert olyankor a játék nehézsége is, a Drive avatárok, vagy a Drive avatároknak a nehézsége is a legdurvább lesz. Ez hány körös? Ja, hogy még van 4, akkor ki lehet lépni? Bobby! Köszi szépen, Bobby! Köszi szépen, Bobby, az 5 hónapot. Itt bújrejtköztünk. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegek Bobbynak. Köszi szépen a támogatásodat. Én meg kilépek mindjárt, mert Frozennel akartam játszani. Jó? Igen. Ezeknek az ötkörös versenyeknek szerintem semmi értelme. Mármint, hogy ötkörös. Lehetne három is. És akkor talán több ember marad bent. Na, tehát kell nekünk egy olyan, hogy online. Konvoj. Konvoj létrehozása. És csak meghívással. És meghívjuk Frozit. Köszi szépen, Bobby. Mi újság van, Bobby? Emberek, megint beletük Frozent. Ott van. 20-as lettem közben, csak mondom. Horizon, igen, és akkor nyomunk egy ilyet. Tök, hogy van driftre külön mód. Jól néz ki ez a kocsi. Kocsi, kiválóság, és akkor itt rakunk valamire. Készett a lakás egy jó 2 év felújítás után, úgyhogy most előbb van. Na hát azt el is hiszem. Vége a felújításnak. Na, itt az 5 pálya. Dzsungel ereszkedés. Azt mondja, hogy kezdjek el játszani, hogy ne dobjon ki a játék. Parancsolsz? Parancsolsz? Érted, kiré a játék, hogy kezdjek el játszani, mert AFK vagyok. Itt minden frankó, Bobby. Kicsit retróztunk, nosztalgiáztunk délelőtt a Vice City-vel, most pedig a Forzának a különféle módjait csekkolgatjuk, próbálgatjuk. Ilyenkor mutathatna valamit, hogy most így mi történik. Mármint látom, hogy gyors utaztatja a többi játékos, de hogy az mennyi ideig tart. Nekem is, Bobby, nekem is. Legtöbbet játszott GTM. Az a szívás egyébként, hogy most lehet, hogy azt kell mondani, hogy ne akarjatok online, meg ilyen open módokat nyomni, mert hogy most még ez van, viszont egy hónap múlva már sokkal nehezebb lesz meccset találni, még hogyha meg is csinálják a szervereket. De addigra már nem játszanak annyian. De ezt most már végignyomjuk, ez szerencsére nem egy PvP mód, mármint, hogy igen, elsőnek kell lenned, de hogy nem csapat versus csapat. Nem betonra készültél, Frozi? Én meg nem is tudok készülni. Ilyen Frozi. Jó a dudád.
Júj! Kicsit beakadt. Az gond. Itt van büntetés, hogyha neki megyünk a másiknak. Milyen dudáik vannak? Jerry Lee, hogyha nem jönnek be a GTA-k, nem baj. Nem vagy ettől rossz ember, érte. Ghosting nagy sebességű ütközés várható. Ez micsoda? Mi ez a kiírás? Azért nem maradt, pedig itt volt a hátsónkban. Azt írja, hogy második vagyok, de hát ez hogy? Itt lögdösődik itt mögöttem ez a srác, látjátok? Valószínűleg meg fog tudni előzni, mert az ő kocsia sokkal jobb erre a terepre. Hát így meg pláne. Így még Frozen is meg fog engem előzni. Szóval, nem gáz, hogyha nem élvezed a GTA-kat. Én amivel játszottam, az mindegyik nagyon király volt, felebben lehet benne lőni. A Red Dead Redemption 2 nagyon jó a Rockstar-tól. Hát szeretnék kérdezni, nem vagyok annyira otthon a Forzában, barátokkal szeretnék egyet játszani, és hogyha együtt nyomjuk a versenyeket, akkor is teljesítetnek, nézi a game. Nem tudom, ne haragudj. Kicsit lecsúsztunk ott a hídról, srácok. Biztos felhúztam a mögöttem levőt? Lehet, mert megelőztem, ezzel felhúztam. Nem tudom, miért kapsz Frozi reklámot. Pedig a feliratkozóknak nem kellene, hogy legyen reklám. De most nyomok egy reklámot mindenki másnak. És akkor fél óráig nem lesz reklám senkinek, mit szóltok? Milyen reklámok vannak amúgy, Frozi? Valami spanyol. Forzás? Lehet amúgy. Nyomtam egy 3 perces reklámot, reklámszünetet, addig talán betölt a következő meccs, és talán a következő fél órában nem kaptok reklámot. Pepsi? Hát most különösen megéri a szem. Nézzük bárki. Igen, hogyha azt szeretnétek nézni, hogy milyen a töltőképernyő, akkor igen.
Baby, itt van Baby Yoda velünk. Baby Yoda 29-81-14. Frozen az utolsó. Nálam azt írják. Ja nem, ő indul az utolsó helyről. Tényleg az első helyről? Vagy mi ez a második? Igen, első helyről indulok. Milyen kocsival nyomja ez az Alex gyerek? Oké. Csaló. Oké. Mindenki átmegy rajtam. Hát szabad ilyen. Ez a piros gyerek, ez már megint meglakott. Az gond. Nem figyeltem a térképet. Vagy lehet fúzni az utolsó? De mert hogy neki nem jó, gumija van. Rózi rossz gumival jött a versenyre. Azt a kanyart hogy benéztem, srácok, szörnyű. Ödösnek. Kétszer is. Durvák ezek az éles kanyarok itt. Fedezd fel a Sierra Verde gátat. Nézd meg. Rossz lesz, nekem jó. Oké, Frozi felhúzta magát a hetedik helyre, nagyon jó. Nagyon megtoltak. Remélem kiesik. Hú. Nézőkkel játszok, hát hogyha vannak nézők, akkor igen, velük játszok. Száma szörcsöm. Na nézzük csak be. Ó, igen, igen. Kis pirulós fiatal husky van. Bucky. Lehet eljönni, hát hogyha be tudsz join, akkor gyere nyugodtan. Szegény Baby Yoda nem tudta befejezni a meccset. Amúgy kb. A loading olyan hosszú, mint egy meccs.
szomorú. Most is így várunk. De mire? Ha csak nincs challenge, meg nincsenek haverok, akkor nem biztos, hogy érdemes online versenyeket nyomni. Nekem nagyon Jerry-li, nekem nagyon. Hát de nem Lianna. A tapsra várunk? Nem, nem. Úgy látszik, hogy nem a te tapsot kellett ahhoz, hogy elinduljon a meccs. Nem jóság, minden frankó szerencsére, Baki. Nem frankó. Nagyon vártam a mai... nagyon vártam a mai forzázást. Meg a futárt, aki bejött GTA-zás közben, és azóta nem jelentkezett. GTA közben felcsöngetett a futár, hogy... nem emennék ki. Én megmondtam neki, hogy nem. Mondja, hogy jó, akkor hozza a csomagot, mert a kocsiba hagyta. Ez volt 2,5 órája. Vagy 3,5 órája. Elrabolták a futáromat, srácok. Most a Visions-t nézzük, Jerry Lee. Nincs ott se parkoló, elmessze rakta le a kocsit. Ja, értem. És ha csak kimegyek, akkor együtt keressük a kocsit. Lehet. Most így mi van? Jó van. Rózi, köszi szépen a meccseket. Nekem ne haragudj, de nincs türelmem itt várni erre. Ettől függetlenül lehet csatlakozni a Horizon Clubomhoz, srácok, ha esetleg együtt szeretnétek játszani, vagy hogyha csak szimplán tartoznátok hozzám. Hogy tetszik az autós játék? Fantasztikus. Csak ne kelljen online játszani. Mármint, hogy nem. Az a gond, hogy gond van a szerverekkel. De nagyon jó módok vannak a játékban egyébként. Hol lehet csatlakozni a klubhoz? Hát a kluboknál. Rákeresel. Ianter vadászai. Y-Han. Ez a tag. Szerintem az egyik legjobb árkád autós játék, ami így a piacon van. Online árkád autós játék. Loading time-ok főleg csak online vannak ilyen nagyok. Amúgy a játékban annyira nem. Elvileg requestelted? Megvagy? El is ment. Az invító. Én most eliminátorozni fogok, srácok, mert hátha azt meg tudom nektek mutatni, hogy mi ez az eliminátorozás. Welcome back, Cobra. Még én se próbáltam, csak láttam és hallottam róla. Azt meg nem tudom másokkal együtt csinálni, szóval... most oda nem Frózival megyek. Nem veletek megyek. Kell nekem egy ilyen, és kell nekem az eliminátor, ami itt van. Na.
sniper nyugodtan, Frozy. Vagy kell dudálni. Ez mi? Ja, ezt igen, ezt megcsináltuk. Vagy kell dudálni szerintetek? Hamarosan indul az eliminátor. Jobb stick lenyomva, köszi szépen. Közben epilepsziás ramokat kaphattok. Jobb stick, mint horn, így van. Horni. Jó, ez a zene már uncsi. Nem lehet kérni valami másikat? Még csak ki se tudom kapcsolni. Itt meg a jobb, a D-peden a jobb gombot kell megnyomni, mint a jobb oldali gombot kell megnyomni. Az, hogy kikapcsoljam a rádiót, vagy adót váltsak, de nem működik. Klubon belül hol lehet csatlakozni? Mivel az eliminátoros egyfős, ezért nem tudok csatlakozni. Egy mindenki ellen, ez az eliminátor. Válasz fegyvert, mármint autót. Ez a Battle Royale-ja a Forzának. Válasz ki a kiindulási pontot. Nem tudom, hol vannak nevezetességek. Szóval itt most kocsikat kell keresni. Gyorsabb kocsikat kell keresni. De hogy hogyan kell eliminálni a másikat, azt nem tudom, hogy kell. Tehát csak bogárral kezdünk. Hogy kell eliminálni a többieket, srácok? Blanche módszerrel? Tehát akkor azt mondom nekik, hogy van egy cigi de buszi egy reké, nem? Aréna csökkenés, srácok. Szűkül a kör. Én éppen megyek be a körbe. Valami füstöl, srácok. Ez talán egy kocsi lehet nekem. Oda néz! Hát szerintem, srácok, ezt nem így kell csinálni. Igen. Szerezni kell a mapon autót, jobbat ad, vagy nem tudom, de mindig mást ad. Oda kell menni játékosokhoz, és ki kell őket hívni versenyre, aha. Ford Focus RS. RS. Ford Focus RS-en van, és azt írja mellé, hogy 5-ös. Nem tudom, én oda megyek, ahol itt lila. Mutatja nekem a lila csík, hogy arra kéne menni szerintem. Nő, csak a fát nem.
akinek már Porsche-je van. Na, hát mindjárt bent leszek a körben. Végre, bent vagyok. Ez csodálatos, srácok, bent vagyunk. Lenyűgöző trükk sorozat. Egy jobb kocsi. New car drops, drivers. Go get yourself some horsepower. Ez most nincs oda. Tehát, hogy lehet újra kocsikat szerezni? Van valami. Ó. Hármast, azt nem, na, most már mindegy. Lecseréltem egy hármasra, srácok, az ötöst. Az gond. Az még jó lehet. Köszönöm szépen játék. Kösz. Ott még látok valami füstöt. Megérte lecserélni az ötös kocsit egy hármasra? Amúgy itt vannak ellenségek is, vagy egyedül játszok, vagy hogy van ez? Na, ja jó. Arena shrinking. Verseny után a Volvo eléből mennyit engedsz? Ebből a törött Volvo-ban? Neked adom őrcsint. Lenyűgöző trükk sorozat! Júj! Az gond. Amúgy a többieket látom a térképen is, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hoppá! Elvileg nem, aha. Oké. Nem, ez a kocsi nem kell neked már, Örcsin. Eddig jó. Na végre. Car drops.
Az a gond, hogy szűkül. És szerintem innen nem nagyon van út fel. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Hopp, ott egy kocsi. Itt nem vagyunk benne a körben. Egy hármas kocsi, hát megyünk tovább. Bocsánat, csak azt hittem ez az eliminátor valahogy izgalmasabb lesz. Köszi szépen amúgy közben, Baki, a 35. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen a támogatást. Tényleg, sajnálom, srácok. Meg azt hittem, hogy ez izgibb lesz. Ez Battle Royale, igen. Oda nézzetek. Milyen kocsim lett. Mini X John Cooper Works Buggy. Ez a Battle Royale pont olyan, mint a PUBG. Sokáig mész, nincs út, aztán végén kilőnek, mint a szél. Amúgy igen. De amúgy enneművel se találkozok, pedig megyek körbe-körbe. Jó. Ez egy 4-es sárgány, azért vettem fel, ha bárki kérdezni. Hát ezt annyira nem könnyű kezelni. Gyorsulni se nagyon gyorsul. Hol a zenem is, srácok? Itt egy 10 perce nyomjuk már ezt az eliminátor, de... Enem is sehol. Azt itt közben kiejtik egymást az enemi. Nézzétek a jó oldalát!
final arena. Nézzétek a jó oldalát. Legalább a végső szűkülésben benne vagyok. Ott van, a biztos, Asher, biztos. Te vagy már ott. Mi 9-es, Rózi? Jó, én nem hiszek nektek, srácok, hogy itt van enemy. Feel so good. Feel so good. Feel so good. Szerintem ez arról szól, hogy gyűjts a jobb autót a végső versenyre. Jó. Elsőleg 145-öst, azóta nem sikerült annál jobbat szereznem, mert az 5-öst is lecseréltem egy 3-asra, és nem látok más playereket, amikor ők ott a térkép fölött látom, hogy ejtik ki őket. Hát ejtik ki egymást. Mert nem találok senkit. Megyek körbe-körbe, de sehol egy enemy. Tessék, már körbe is mentünk. Ne száj volt. Tudom, srácok, én egy enemit nem látok. Nem, hogy ne száj. Tizenhárom pilóta maradt. Ja, jó. Ott írja bal fölő, srácok. Egy hetes jeep. Ja, most azt játsszuk, hogy itt keringünk. Feels so good. Mit kéne csinálni, srácok? Csúcs, szuper, 180-as. Mit csináljunk? Mit mondtok, srácok? Mit csináljunk? Lépjön ki. Elindulhatna valami még nagyobb szűkülés. Lezáródhatna a teljes aréna. Végső leszámolás. Végső leszámolás. Kezdődik az utolsó menet. Csacsi! Várjuk meg a végét, ha már ideig eljutottak, ki ne menj a körből, oké? Okay. Ugye kezdődik a végső leszámolás. You ready? Only one way to find out. Let's do this. Jussz el a célig. Turn around when it is safe to do so. Nyomom. Ja, Forza eddig bejött. Én nagyon élem ezt az autókázást. Az online-nal vannak bajok.
De ezt leszámítva egyébként egy rohadt jó játék. Nézem az utat, srácok, hogy merre kell menni. Fel kell menni a hegyre, hogyha minden igaz. Elvileg első vagyok, srácok. Van egy olyan érzésed, hogy első leszek? Legyen úgy. Igen, úgy. Szóval tetszenek az online játék módok, már ha működnek. Meg tetszik, hogy a játék mindenért is utalmaz. És pikpak lehet amúgy menő autód. Pikpak lehetnek menő autóid. Nem tudom, mire gondol a játék, de nyomunk egy ilyet. Most online játszok, aha. Eliminátorozunk, ez a Forzának a Battle Royale-ja, csak hát most azzal éppen, hogy nem találkoztunk senkivel. Ezért beadott egy olyat, hogy utolsó kör, el kell jutni a célig. Negyedik láttam. Senkivel nem találkoztunk. Kiélezett verseny volt? Húha, bizony. Rohadt sok XP-t ad az Eliminator. 31 ezeret kaptunk. Negyedik hely két szintet adott. Legendás hátra bukfenc gesztus. Itt valami bug volt, srácok. Eliminátor indul, hamarosan felkészülünk. Nem akarok, Isten ments, hogy még egy ilyet megyünk. Nem is lehet kilépni, nem lehet megszakítani a meccskeresést. Srácok. Nem vicceltek azok az arcok, azok a srácok, akik azt mondták, hogy hát, Jánter, a játék online részével van baj. Mert van baj. Addig jó a Forza, amíg nem akarsz mással játszani. Így van. Nálunk az egymáshoz joinolás azzal nem volt gond. Az egymáshoz joinolással nem volt gond most. Amivel gond volt, hogyha másokkal akartam, tehát versenyezni akartam olyanokkal, akik nem a barátaim. Tehát ilyen PvP meccsek, meg mint például ez a Battle Royale mód, ott már azért vannak gondok. Ti is láttátok. De amúgy én is Game Pass-szal nyomom, a játékot. Jó, hát nyomjunk egy kis kampányozást ugye a végére, hogy legyen olyan is a mai streamben, ami tökéletesen flottul megy. Ami flottból megy. Tudunk még pörgetni is, meg tudunk menni kampányokat is, mert annyi szintet léptünk már, hogy tudunk azokkal haladni. Kíváncsi vagyok, hogy miket nyitunk most majd pörgésből, meg be kéne rakni a gesztusokat is. Nyitottam ruhákat, gesztusokat, azokat be kéne raknunk. Na nézzük. Itt a jó kis korvettünk. És akkor pörgetünk. Welcome back, Cobra. Bár először öltözünk át, mondjuk pörgetni kellett volna. Jó. I'm telling you, racing is all about one thing. Dance moves. You learn them around the festival, and then you can teach them to me? Use your showboat emote before the race, and the victory emote when you win. Ez, Matt.
Hátra bukfenc. Azt mi? Hát ilyet nem rakunk be. De ez mehet a hencegéshez. Vagy menjen ez a hencegéshez. A bukfenc. Jaj, nem állítottunk be egy csomó mindent. Igen, tehát most megvan a gesztus. Gesztus és öltözék. Aha. Majd vissza. Rossz gombot nyomtam. Igen, igen, vágom nyomsas, hogy kaptunk kampánynak nevezett tutoriált a Jurassic World 2-ben, szomorú is vagyok miattam. Na, lett pilóta napszemüvegünk, de lehetne ilyen is. Ez 10 000-be kerül, de nem veszünk ilyeneket. Lehetne menő sapkám is, meg még menőbb sapkám. De menő sapkák vannak itt a játékban, meg menő rucik. Aha, van egy szűk farmerünk, hát ez csodás. Nem beszólni, srácok. 2021-ben nézhet ki így a karakterem. Ebbe a ceruza ruhába. Hát ez a legkülönösebb ruhánk. Jó. Klubon belül csak így versenyen kívül nem lehet csatlakozni? Nem tudom. Nem vágom, srácok. Na, van 3 pörgetésünk. Ebbe maradtam, hogyne? Hát ez az, ami így... Na, most mellett bőingünk, úgyhogy nem kell a ceruza ruhába maradnunk. Na, 100 000 pénz. Mondjuk annak a Nissannak is örültem volna. Bárha az Nissan, persze. Hello. Én ezt szeretném nyomni, ezt a vocsót. Megmutatom nektek ezt az új kocsit, amit szereztünk, jó? Persze, hogy rossz gombot nyomok meg. Egy Ferrari. Az egyik legdrágább kocsi, komolyan? Tetszik a visszapillantó. Lehet egyébként nézetet váltani kontrollerrel? You have arrived at your destination. Köszi! Aksa! Köszi! Köszi szépen! Na, Horizon történet, vocsó! Alejandrának szüksége van a segítségedre, hogy megtaláljon egy régi autót valahol a Mulegé fölötti hegyekbe. Ez az egyik legkönnyebb küldetés, ugyanis azt írja, hogy 10 percnél bronz vagy egy csillag, és 7 percnél meg arany vagy 3 csillag. Ezek könnyű küldetések, főleg mivel a sztori elejéről van szó. How can I help? Jump in the buggy. I'll tell you the story on the way. Micsoda kocsival megyünk. Ramiro was looking through old things at his father's home last week and he found this. Találd meg a vocsó. He gave it to me, said I might enjoy it, but ott az úti cél. My friend, what would you say are the two most important things in Mexican culture? Nem az úton fogom menni, srácok. Jól hasít ez a járgány. Close. Az aranyhoz általában légvonalba kell lenni. Én múltkor végigmentem az úton, amit javasolt a játék.
Marcos Torres to own one, and thanks to that photo. De most nem volt kedvem ott kanyarodni. Let's go find it. So, 10 perc. És másfél kilométerre vagyunk. Fák. Amit ezek tényleg fák. This is definitely the place. But no sé, why would Papa Fernando bring the watch up here? Igen, pont így parkoltam le. Ott az baloldalt az elég vad a szerkója a karakteremnek. Let me just get the door. It's really here. We found it for you, Papa Fernando. But look at it. I've never seen a beetle like that. Micsoda láncok voltak ott a hátulján. Oh, the weather's closing in. I don't like the look of the roads around here. You drive the truck. Got it. Okay. I'll have to put in a new batteria, plenty of oil. 3 csillag, 8 perc, 20. This is gonna be hard, even for me. Most hazavisszük a kis bogarat. You know, I wouldn't be surprised. Chaos Theory módra és a Challenge módra egyezték ki a játékot. Sajnos a Challenge módon négy nehézség közül lehet választani, és ott egy teljes parkot lehet létrehozni. Ez a mód hasonlít az első rész építésére legjobban. Szóval a Challenge mód az, amit én keresek igazából, aha. Köszi szépen. Köszi szépen a mondjam, Sas, az infót. A héten fogjuk majd nyomni a Jurassicot. Maybe not so lucky after all. Looks like road works. Can you find a way past it? I think I can manage to. Mi lett volna, hogyha ugratunk egyet? What are you gonna do with it? I have muchas ideas. That's the thing about a bocho. Bocho? It's not just a car. It's a lifestyle. A bogár nem csak egy kocsi, hanem egy életstílus, ezt mondja itt a karakter mellettünk. Alejandro. Vagy Alejandrina. Szóval látjátok? 8 perc 20 kell a 3 csillaghoz, és én meg 2 perc alatt idejöttem. Semmi, csak trükkpont? Ja, jó. Hoppá. Azt hittem összetörik a bogár, vagy nem tudom. Vigyázni kell a vezetésre. Park the truck here. I'll take care of the rest. What did I tell you? Finding lost cars isn't magic. It takes good luck, hard work, and sometimes a drone. Ooh, my friend, the hard work is just getting started. Igen, megbüntettek, mert túl hamar odaértem. Ott is van. Ez király volt. Majd én azt tudom, hogy mi király. Összesen volt már 1 millió Cristiano Ronaldónk. Hola amigo. I've been working on the bocho and learning more about Papa Fernando. Come meet me when you have time. I'll show you what I mean. Alejandro. Na csináljuk Alejandro küldjét tovább. Ott van. Azaz. Turn right. Ez a Ferrari nagyon beteg? Na. Hogy hagy. Törgetünk egyet, ha már így felajánlotta a játék. Ó, de jó. 100 000 Cristiano Ronaldo. Ez volt, fölül írogatja, hogy megszakadt a kapcsolat, de hogy így... Oké. Okay. Ja, hogy felhúzza, bocsánat, Samuel, nem olvastam, hogy mit
értem, állagod. Elvileg ide kell jönnünk. Hát, igen. Fajta? Micsoda? Aj, fajta, akármit írt ki. Megjöttünk. Bocsó sztori. Az egyedi Contra gyári. Szép név. Amíg a Vocsa műhelyben áll, Alejandrának rendkívül fontos kérdése van számodra. Mégben nagyon szeretem, jól irányítható, gyors és könnyű. Ó, oh, uh-huh. Na majd kipróbáljuk. Majd kipróbáljuk. Hola! What do you think? Hello! Ah, very nice. Hát ez a Vocsó. Where's the Vocsó? Oh, I'm taking my time with it. Don't worry, ja, superstar. Tényleg nem ez az. Bár én azt hittem, hogy így átalakította. 18,5 millió? Most 18,5 millió? Ez a Ferrari? Asztalon. Ebben is hátul van a motor, mint a Vogelben. Menő ez a járgány. Hát ez valószínűleg nem leszek három csillagra. There is a shorter route. Go straight ahead. This is a technical route. Lots of city turns, but the next checkpoint is outside of town. You're not making this easy. Good. Megyünk az úti célhoz. A játék szerint kihagytuk az ellenőrző pontot. Látom, ott van. Csak a Forza miatt megéri Xboxot venni? Hát ez nem lesz meg így három csillagra. Valahol le kellett volna vágni az utat. A Game Pass-ban rengeteg játék van, hogyha Xbox veszel például. Én PC-n nyomom. Én PC-n nyomom a Forzát. Nem lett meg még a kettő csillag se így. Hey, well done. Nagyon szép munka az egy csillag, köszi, játék, köszi. Köszönöm szépen, játék. Szevasz, Jogi, szevasztok, srácok. Guess who has the watch running as well as it did in 1963? It would be really good for some rally driving. We could do that here. Megcsinálta, megcsinálta a bogarat. If you prefer rallycross and showing off we could do that here. You choose and meet me there. Oda? Hey, want to test out the watch on a rally course? Josie?
Csak 7,7 km. Hát ez semmi. Ez semmi. Corvette-tel fogunk menni, mert annak kell az XP. Hogy öröcsög, vagy öröcsög. Fakusz püré. Aha, szóval oda kell menni, oké. Oké, mert csak 5,5 km. Azt nem tudom, észrevettétek-e, srácok, de sötétítettem az ablaküveget. A trükkpontokat, bármelyik autóra fel lehet használni? Ja, igen? Azt hittem, hogy ez bizonyos autóra jön csak. Hoppácska. Ez szerintem gond. Ennek legalább igazi klasszikus Corvette a hátsolámpája. Ja, nekem ez az egyik kedvencem. Jeff, köszi, hogy itt voltál. Szia, szia. Szép napot neked. Látszódik a kocsin, hogy vízes le. És az, hogy poros? Hát az a... Hoppá, az annyira nem. Harold Bishop. Az egy... Nagy a gáz, srácok. Igen, ezért mondtam. Az a helyzet, elém spónolnak ezek a fák. Nem lehet mit csinálni. Hát gyere nyugodtan, Pável. Na, megtaláltuk az utat. Speciális ősz? Na, addigra vége lesz a streamnek. Állít, hogy 5 óráig szokott tartani a stream. Úgy értem. Vocsó story for... Folytatás. Aha. Igen, az előzőt majd ki kéne javítani 3 csillagosra. Olyan szintű vagyok? Nem tudom. Nézd a streamet, és akkor látni fogod ezeket az infókat. Míralo. My abuelita Rosa told me about the first time Papa Fernando saw a Volkswagen Beetle. When they brought them to Mexico in 1954 to race the Carrera Panamericana. It looks great. Can I? You bet. I've marked up a nice rally route for you. I'll be your co-driver. Ezt a bogarat fogjuk vezetni, hogyha minden igaz. 2 perc a 3 csillag. Maradjak az úton. Milyen jól lehet vezetni. Könnyen kezelhető. Easy right, then easy left. Bocsi, azt mondja, hogy ne vágjam le az utat. Easy right, then over a jump. Ugrató? What? Easy right, then sharp left. Hát itt vagyok az úton.
akkor is levágjuk az utat. Nekem te nem mondod meg, játék. Over a jump, easy left, don't cut, then surface change. Easy left, then easy right, don't cut. Surface change, into easy left. Easy right, then water. Over a jump, into water, then very hard right. Jók vagyunk, nagyon srácok. Kevésbé. Bam! Brilliant job. Well done. Can you imagine taking this 3000 kilometers across Mexico back in the 50s? Elett a három csillag. Sounds like a great guy. Megvett a három csillag. Szeretem zúzni a természetet. Ott is van. Ez király volt. De csak azért, mert levágtam az utat. Hey, mi amigo. Mi familia has been coming to visit the Watcho while I've been working on it in the shop. They've told me the most amazing stories. Fel kell menni, srácok, a vulkánhoz. Az a következő feladatunk, hogy felmenjünk a vulkánhoz, hogyha minden igaz. Vagy le a hegyről. Valamelyik a kettő közül. Probably leave out the building though. Your choice. I'll take care of the setup. Oké, és tehát, hogy kaptunk kettőt is, amit most így lehetne csinálni. Kettő feladat. És itt meg van valahol valami ezen a területen. Mi ez a lilaság? Ja, hogy egy bázis van ezen a területen valahol. Na, egy srácok! Mára ennyi lett volna a Forza. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek. Remélem, hogy élveztétek a mai forzázást. Meg tudtam azért végül csak mutatni nektek, hogy milyen a Playgrounds, milyen a PvP itt a játékban, illetve az Eliminátort is megnéztük, de az valószínűleg, hogy bebugolt. Tehát, hogy ha majd lesz legközelebb Forza, akkor mindenféleképpen adunk még egy esélyt a Forzának, az Eliminátornak, de a kalandokat fogjuk nyomni még a jövőben. Nem tudom, hogy mennyi van a játékban, de azokat nyomjuk. Úgyhogy, srácok, remélem, hogy élveztétek ezt a Forza streamet. Nem fogjuk folytatni legközelebb. Ami valószínűleg nem a héten lesz, hanem valamikor meglepetésként lesz egy Forza majd beiktatva. Valami helyére éppen, hogyha végzünk, vagy ilyen partizán hajnali stream, azaz 10 előtt, bármi lehet. Úgyhogy ennyi.